Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most fontos számodra. Miről van szó? Erről beszámolnak a kártyák. Itt látható egy esküvő, de ez késlekedni fog. Az lehet, hogy ezt ti tervezitek, egy eljegyzés, egy esküvő, vagy lesz egy meghívó, és ott lesztek ezen az esküvőn. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Ez a kép jelenthet kereskedelmi kapcsolatokat, vagy szerződéseket is. Mivel itt késlekednek a dolgok, ez előnyös számodra, hiszen itt van a remény, hogy lesz itt nyeremény, és ez olyan, mint egy meglepetés, itt egy ajándék vár rád. Hamarosan érkezik egy fontos hír, ez lehet egy levél, lehet egy szerződés is. A múltban voltak itt pletykák, viták, veszekedések, de ez most így elmúlik. Akkor is, ha a múltban mindez igazságtalanság volt részedre, de itt győzni fogsz, és lesz itt közeledés, kibékülés. Van egy nagyon jó indulatú hölgy a környezetedben, ez lehet valaki a családból, lehet egy jó barátnő is. Ez a kapcsolat, ez a barátság megmarad. Lehet, hogy valami még elszomorít téged, vagy elgondolkodsz azon, hogyan tovább, különösen, ami a szerelmet illeti, ezt a férfit illeti. Itt is lesz egy kellemes meglepetés és egy meghívás. Itt láthatóak az édességek, és az azt jelenti, hogy lesz valami örömteljes számodra, vagy egy meghívás, és ez a férfi hűséges hozzád, megbízhatsz benne. Tehát, amit a kártyák jelentenek, egy fontos találkozás, vagy egy esküvő késlekedni fog, ez lehet egy szerződés is, egy kereskedelmi kapcsolat, de ez a késlekedés előnyös számodra. Itt nagyobb lesz akkor a nyeremény. Ez lehet az anyagiakat illetően, vagy hogy több megbecsülést kapsz. Megvan mindenre a remény. Egy fontos hír közeledik hozzád, és itt látható a szerelem, ez a férfi, és ez a férfi hűséges, megbízhatsz benne. Hamarosan lesznek beszélgetések, kibékülés, nem csak ez a férfi fontos most számodra, hanem egy jó lelkű nő is, aki segít neked. Az igazságtalanságok vagy egy bírósági ügy véget ér, a kihívások, a pletykálkodások szintén elmúlnak, és itt látható a győzelem és a kibékülés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!